A szállítást megelőzően muszáj ellenőrizni minden állatnak a fogazatát, illetve azt, hogy rendesen váltottak-e, a kondíciójukat ellenőrizzük, és súly ellenőrzés van még ezen kívül, illetve a szállításhoz nagyon fontos, hogy az egyedi azonosítójuk stimmeljen. Biácsi Alexandra állatorvos vizsgálta az oroszlánokat szállítás előtt szerdán kora reggel a Nyíregyházi állatparkban. Marcus, Flóra és Fauna még 2017. januárjában születtek itt Nyíregyházán. A fehér színváltozatú állatok a dél-afrikai oroszlán alfaj egyik populációjához tartoznak. Állományuk a vadászat miatt jelentősen csökkent, legutóbb 1994-ben láttak vadon élő egyetet. Az állatkertben és rezervátumokban élő állatok száma pedig nem éri el az 500-at. A nyíregyházi hármasikrek képei bejárták a világ sajtót, így szereztek róla tudomást Izraelben. Egy éve, tavaly januárban vette fel a kapcsolatot a két állatkert. Hosszas előkészületek után, január 30-án indulhattak útnak a fehér oroszlánok. A tárgyalások pozitív kimenetelőek voltak, külön állatházat építettek a három ritka színváltozatú állat számára, és jelenleg zajlanak a szállítás utolsó momentumai. A három állat 2 éves jelenleg, és 20 órányit fognak utazni szárazföldön és levegőben Izraelbe. Az oroszlánok új otthona Berseva állatkertje, a Negev Zoo lesz ezentúl. Az állatokat az izraeli állatkert szakemberei kísérik, akik már a szállítás előtt megérkeztek Nyíregyházára, hogy megismerkedjenek az állatokkal, és konzultáljanak a nyíregyházi állatpark szakembereivel, hiszen eddig nem volt tapasztalatuk nagymacskák tartásában.